14-re emelkedett a vasárnapi olaszországi felvonó balesetben elhunytak száma. Az észak-olaszországi Stresa városából induló felvonó kábele tegnap elszakadt, melynek következtében az egyik kabin a mélybe zuhant. A felvonóban 15-en voltak a balesetet, csak egy 5 éves kisfiú élte túl, őt jelenleg is kórházban ápolják. Körülbelül 10 másodperc. Ennyi ideig tarthatott, amíg a felvonó kabinja lezuhant a vezetékről, és a hegy oldalán gurulva nekicsapódott a fenyőfáknak. A szemtanúk csak egy éles fütyszót hallottak, amit egy rémisztő csattanás követett. Fel kellett kutatnunk a holttesteket. A gyerekeket helikopterek szállították kórházba, egyikőjük kritikus állapotban volt. Ez egy borzalmas pillanat, nem csak a városunk, de egész Olaszország számára. Főleg most, amikor épp kilábalnánk a járványból. Biztattuk az embereket, hogy jöjjenek a szabadba, mégis egy kellemes nap helyett egy ilyen tragédia történt. Nyilatkozta elcsukló hangon Stresa város polgármestere. A katasztrófa vasárnap nem sokkal délután történt az észak-olaszországi Maggiore-tótól a Mottarone hegyre közlekedő drótkötélpályás felvonón. A kellemes időjárás miatt aznap sok turista kirándult a környékre, és a felvonót is többen igénybe vették, mit sem sejtve a közelgő katasztrófáról. Mi körülbelül egy órával korábban voltunk a felvonón, de nem tapasztaltunk semmi furcsát, nem volt semmi bajos előérzetünk, mondta egy olasz turista. A lezuhant 35 személyes kabinban összesen 15-en utaztak. A koronavírus elleni intézkedések értelmében ugyanis csökkentett létszámban engedték fel az embereket. A 15 utas közül 13-an már a helyszínen életüket vesztették. Nem volt könnyű dolgunk a helyszínen, mert meredek és csúszós. A jelenet nagyon megrázó volt, ugyanis testek hevertek a lezuhant kabin nyomvonalán és a kabinon belül is. Azonnal megpróbáltuk kimenteni a sérülteket, ám csak a két kisgyerek volt életben, mondta a mentésben résztvevő egyik tűzoltó. Az egyik kisgyermek a kórházba érkezést követően nem sokkal életét vesztette. Az egyetlen túlélőt, egy 5 éves kisfiút pedig jelenleg is súlyos sérülésekkel ápolják. Az áldozatok között van még egy 2 éves gyermek, fiatal párok és idősek is, közülük többen nem olasz állampolgárok. A rendőrség szóvivője szerint a katasztrófát a felvonókábel leszakadása okozta, ám a baleset pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok.